ezt nem érdemes, halottnak nem érdemes lenni Gyöngyös-Oroszi környékén, mert ha igaz a hír, és ezért jöttünk, akkor Gyöngyös-Orosziban halott csókolom! Akkor Gyöngyös-Orosziban az emberek még hallanak. Ez azért fontos, mert Gyöngyös-Oroszi környékén csókolom, mindjárt megyünk, ne tessék mozdulni! Szeretnénk a titkot megosztani önökkel. Gyöngyös-Orosziban. Tehát itt még nem. Nem is érzek itt semmit. Ha! Az ég egyadt a világon. Jaj! De itt már remeg a lába, mert ha minden igaz, és lehet hinni a Mendemondának, pontosabban a Mondának, mindjárt megyünk, akkor Gyöngyös-Orosziban, az egykori Ércbányából, bizonyos, nem is mondom ki, milyen bácsi, uáj, nagyon értékes köveket hozott a felszínre, és ezekből most megmutatok. Azért jöttünk el nagy tisztelettel, hogy egyrészt az ásványok világába, másrészt Károly bácsi, ha mondhatom, vagy Károly bá világába, és Gyöngyös-Oroszi csodálatos, mitikus világába. Erre pitchen bennünket. Három garázsom. Ez a három garázs, mind a három az enyém. Ez mind teljesen tele van régiségekkel és nagyon szép ásványokkal. Hány kiló ez itt körülbelül? Hát ez nem kilóra megy, nem tudom megsacolni. A kilóra ott van fent, ahol én lakok. Több tonna. Itt van díjnyertes ásvány is, például kettő, és mi ott most meg kell mondanom, hogy nem mindig az az értékes ásvány, ami nagyon szép, hanem ami ritka. Ugyanezt mondom magamról, mikor kérdezik, hogy mennyire vagyok jóképű. Nem annyira, viszont ritka és egyedi. Így van. Ez azért nem valadó, mert én 75 éves vagyok, és egyszer voltam orvosnál, amikor a dohányzást abbahagytam, és elvonási tünetek jelentkeztek nekem, azt mondja nekem a doki, hogy ezt megy a kezedbe, így morzsolgass. Már a kínaiak kitaláltak, hogy két ilyen golyót tenyérbe vesznek, kínaiak, és morzsolgass a tenyerébe a golyót. Elkezd máshol is, csak nők. Úgy hagy nekem ezt szerencsét, hogy itt van Károly bácsi, a kristály király. Tízszer voltam a lottóhúzásom, tízből ötször nyertem. Jó, hát ilyen követ vinnénk majd akkor, jó? Mert főleg egy ilyen földi halandónak, mint én, azért sok mindenre szüksége van, leginkább egy táskára. Ez hogy kerül az ilyen drága kövek közé? Úgyhogy amikor én megyek az erdőbe gombázni, például, nem találtam gombát, hanem tele van a hátizsák ilyenekkel. Ja. Hazajövök, azt mondjam nekem, papa, hogy csináljuk én ebből neked gombapörköltet? Fél óra múlva jön a német, ő neki olyan ásványt jelenem, mint Mátrahegységből való. Várjál, mondom, kiöntöttem ebből a követ. Igen? Mennyi adom? 6000 forint. Adta 6000 forintot, mentem gombálja a piacra. Most pedig Golyko Miticsi mélységekbe érkezünk, hiszen lemegyünk ugyebár a folyóhoz, a patakhoz, és aranyat fogunk most. Azt gondolom, nagyon kevesen tehették meg, hogy Golyko Miticsi után Nagy Károllyal mossanak ugyebár nemes érceket. Köszönjük még egyszer. Ha valaki nem tudna a számát fejből, 06 20 32 23 116 mobil. Erről beszéltünk. A minden jót kívánunk. Harsányi Levente, Nagy Károly, Gyöngyös-Oroszi, három garázs, érckövek. Köszönöm szépen.